Budapest Bank, hogy a tehetség kamatozzon. Lehetsz nagyon kicsi még, és ez a világ vadonat új neked. Lehetsz különösen szép, vagy kicsit öreg, aki már érti a lényeget. Bárhol is tart az életed. Ott van veled, hogy el ne feledd. Ho-ho-ho, 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 skála veled, skála veled, skála veled, skála veled. Van másik! Lutrálgum! Bábi! Egyszerűen óriási. Jaj, dehogy, egészen pici. Szinte észre sem lehet menni. Most magyarázzam el. Gondold végig. Te is tudod, mi történik. Teljesen biztonságos. Semmi sem fog kiszivárogni. Na, megpróbálod? Libres tampon. Libres. Észrevétlen biztonság. Budapest Bank. Hogy a tehetség kamatozzon. A Magyar Demokrata Fórum országos választmánya üdvözli a Fidesz javaslatát a parlamenti pártok egyeztető fórumának létrehozására. Fölszólították az elnökséget, hogy vegyenek részt ezen a megbeszélésen, ahol szerintük elsősorban az ország előtt álló stratégiai célokat kellene megvitatni. Jeszenszky Géza azt állította, hogy bizonyos ellenzéki személyek szeretnék látni távozását a külügyminiszteri tisztségből, és nincs más céljuk, mint hogy gyengítsék a kormányfő Antal József tekintélyét. A Reuter hírügynökségnek nyilatkozva Jeszenszky ismételten cáfolta azt, hogy lemondana. A washingtoni Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója kijelentette, hogy Bush elnök soha nem ígért támogatást az iraki felkelőknek. Scowcroft azt mondta, hogy az öbölháborúnak nem volt célja az iraki rendszer megdöntése, mert a helyükbe lépő esetleges Amerika barát kormányt úgyis hamar elűzték volna. Tojással dobálták meg Németország keleti részén Kohl kancellárt. Az eset Erfurtban történt, ahol egy éve még a németek megmentőjeként éltették Kohlt. A tojások nem találták el sem a kancellárt, sem feleségét, mert a biztonsági őrök egy épületbe tuszkolták őket. A román elnök bírálta az Egyesült Államokat, mert szerinte hazája az amerikai vétó miatt nem kap segítséget a nemzetközi pénzügyi szervezetektől. John Iliescu a New York Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy Amerika nem tiszteli a román népet, amikor kétségbe vonja a májusi elnökválasztás tisztaságát. Romániából menekült cigányok lepték el Varsó belvárosát. Az egyre nehezedő életkörülmények elől távozó cigányok napközben koldulnak, éjszaka pedig a pályaudvarokon alszanak.
Jó estét kívánok! A Kameraszínház ma este Nagy András, Anna Karenina pályaudvar című színművédnek előadását mutatja be a Radnóti színpadról. A rendező Balló Péter. Péter, az első kérdés azt hiszem elég logikus. Miért nem Lev Tolsztoj, aki elég jó nevű szerző, miért Nagy András? Hát elsősorban a legvékonyabb papírban is két kötetes, de inkább négy kötetes regényt nagyon nehéz színpadra állítani. Sok adaptációja volt, sok átirata. Azért a Nagy András, mert azt gondolom, hogy a Tolsztojtól valamelyest függően, de még inkább függetlenül egy nagyon mai és nagyon hozzánk közel álló történet apropóájul használta föl a regényt, és ez keveredett én hozzám közel. Tehát itt nem egyszerűen egy adaptációról van szó, hanem tulajdonképpen a téma újraírásáról. Tökéletesen így van. Olyannyira nem a regény újraírásáról van szó, hogy a regény nagyon fontos cselekményszálai tökéletesen kimaradnak a feldolgozásból, az előadásból pedig még további szálak is kimaradnak, és lényegében három ember történetének egy összepréselt variációja ez az előadás. Amikor te találkoztál ezzel a darabbal, a Színház című folyóiratban jelent meg, akkor volt egy szerzői instrukció, egy meghatározás a cím alatt, hogy nagy színpadra. Ehhez képest a Radnóti Színház színpada meglehetősen kicsi, tehát már csak ezért is kellett további változtatásokat végezni. Ez valahogy olyasmi volt, nem, mint az a bizonyos orosz baba, a nagyobb babában egy kisebb és egy még kisebb, tehát valahogy ráközelítettél egy olyan problémakörre, ami téged az Anna Kareninából érdekelt. Mi igen. Volt ez? Igen, tulajdonképpen amikor azt írta Nagy András, hogy Tolsztoj értelmezés nagy színpadra, akkor ebben benne volt egy társadalmi körülményrendszer még ebben a színdarabban. Mindazok az emberek különböző társadalmi osztályokból, akiket a szerző fontosnak tartott. Engem ez az egész dolog nem nagyon érdekelt, és ami igazán érdekelt benne, az az a nagyon hagyományos szerelmi háromszög történet, amikor is egy nő a nagyon jó társadalmi és anyagi és egyéb kondíciók között lévő férjét ott hagyja egy másik férfiért. Ezt nagyon örökkévalónak éreztem, ezt a történetet, nagyon modellértékűnek, azt mondhatnánk, hogy nagyon mítikus történet végigvonulva a világirodalmon, csak ez a mítosz nagyon érvényesen újraírattatott a Tolsztoj által, és azért most már őt adaptálják, és nem az ős eredetit. Tehát a mítosznak az első fejezete az tulajdonképpen, és általában az a bizonyos első nagy találkozás. Nézzük meg ezt a jelenetet. Maga nem akar engem megérteni. Csak éppen ismerem azt az életkort. Igen, százados úr, a két is cservackájára. Az, amiről most beszél, az egy tévedés volt. És nem szerelem. Nem. Megtiltom, hogy ezt a szót kimondja. Viselkedjék jól, és akkor barátok lesz. Nem. Mi barátok nem lehetünk soha. Látja, leejtettem a kést. Boldogok lehetünk, vagy boldogtalanok. Szabadság és élet és mámor következhet. Zuhanás is, csak éppen barátság nem. Te...